Nagy öröm számomra, hogy egy látszólagos uborka szezon kellős közepén, ami az augusztust jelenti, meg tudjuk tartani ezt a rendezvényt. Különösen fontos a Miskolc Egyetem életében több okból. Bizonyára a sajtóképviselő előtt is egyértelmű és nyilvánvaló, hogy a Miskolc Egyetem 2020. augusztus 1-ével modellt váltott, és egy új jogi formában kezdte meg a működését. Hogy miért fontos ez? Azért, mert amit kitűztünk célul, hogy a Miskolci Egyetem egy hatékony, a környezet, társadalom, gazdaság problémáira rugalmasan reagáló felsőoktatási intézmény legyen, az párhuzamosan a modellváltással azt gondolom, hogy meg tud valósulni. Nagyjából a céljaink egyértelműek, egy olyan magas színvonalú oktatási tevékenység, az alapszaktól egészen a doktori iskoláig, a felnőtt képzésig bezárólag, ami a Miskolci Egyetemet mind a hazai, mind a nemzetközi felsőoktatási térképén jól látható markáns helyen helyezi el. Egy olyan alap és alkalmazott kutatásokat folytató felsőoktatási intézmény, ami megkerülhetetlen szereplőjévé teszi a Miskolci Egyetemet a tudományvilágának. És egy olyan harmadik missziós tevékenység, ezt a kifejezést az Európai Unió is használja, és a 2016-ban a kormány által elfogadott fokozatváltás a felsőoktatásban stratégiai gyakran említette, az a tevékenység, amivel egy egyetem kicsit kilépve a megszokott elefántcsontorony szemléletből reagálni tud a környezetének az összes létező problémájára, és annak nem követője, hanem megoldója, vagy ha úgy tetszik, katalizátora legyen. És természetesen a magas színvonalú szolgáltatások, amelyek az ide érkező hallgatókat, oktatókat, vendégeket a legmaximálisabban 21. századi színvonalon tudja kiszolgálni. Több célunk van, amit el szeretnénk érni. Az egyik célja az előbb elmondottakon túl, hogy a Miskolci Egyetem, és erre azt gondolom, hogy a kampusz adottságai kiválóak, egy olyan 21. századi zöld kampusz legyen, amelyik szem előtt tartja azokat a kihívásokat, amelyek most klímavédelem szempontjából és környezetvédelem szempontjából számunkra rendkívül fontosak. Ez a projekt pedig azt mutatja, hogy egyrészt jó úton járunk, és egy közvetlen brüsszeli pályázású projektet el tudtunk nyerni. Harmadik misszióra is egy különleges példája, hiszen itt egy önkormányzat, egy cég és egyéb szakmai szervezetek részvételével tud ez a projekt megvalósulni, annak érdekében, hogy az a kutatói kapacitás, ami az intézményben, egyetemünkön felhalmozódott, tudja segíteni a régió és az ország egyik legmeghatározóbb cégének, a Borsodkemnek a működését, hiszen olyan tevékenységet fogunk közösen a jövőben folytatni, ami azt támogatja, hogy úgy tudjon egy cég ugyanúgy meghatározó lenni a továbbiakban is a vegyipar tekintetében, hogy egy olyan terület, amiről leginkább egy átlag szemlélő azt gondolná, hogy legjobban tudja a környezetet szennyezni, ennek ellenére pont egy ilyen cég legyen egy egyetemmel közösen, és egy olyan várossal, amelyik ennek a cégnek otthont ad, egy úttörője a klímavédelemnek. Én azt remélem, hogy ez egy olyan partnerség lesz egyetem, vállalat, önkormányzat, szakmai szervezetek szempontjából, ami más felsőoktatási intézmény számára is példaértékű lehet. Mindazokról a tevékenységekről, amelyek a projekt során megvalósulnak, nem fogok beszélni, hiszen az utánam szólók ezt még meg fogják tenni. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy a Miskolci Egyetem mindig is nyitott volt arra, hogy szoros kapcsolatot ápoljon a környezetével, részben ennek a hatékonyságát a modellváltás meg segíti, és egy ilyen projekt pedig ki tudja teljesíteni azt a tevékenységet, ami az egyetemet sokkal markánsabban helyezi el jól látható térben, hiszen nagyon sok olyan munka folyt az elmúlt évtizedekben a Miskolci Egyetemen, ami nélkül ez a projekt nem valósulhatott meg. Tehát nem nulláról indulunk, hanem az a tudományos teljesítmény, amit felhalmozódott, tud beírni, ha úgy tetszik, ebben a pályázatban. És én azt hiszem, hogy ez egy olyan közös munka lesz, ami reményeink szerint a pályázat futamidejének a végén már mindenki számára látható eredményeket fog hozni. Én azt gondolom, hogy nagyon sok fajta kérdés, probléma övezi a 21. századot. Ha a társadalmi problémákat nézzük, akkor biztos, hogy az öregedő társadalom, a migráció és az egyéb
szociális, társadalmi problémák markánsan jelennek meg, de ugyanakkor a környezetünkben, mind a gazdaságban, mind a társadalomra is ható módon a klímapolitika, a klímavédelem, ami azt gondolom, hogy a 21. századnak a legnagyobb kihívása. Nem tudjuk megállítani nyilván a globális felmelegedést, és nem tudjuk megoldani a klíma összes problémáját, de egy ilyen kutatás, egy ilyen együttműködés viszont a reakciónkat, a klíma helyzetre adott válaszainkat tudja a tudomány nyelvén megszólítani. Én azt remélem, hogy ez egy olyan gyümölcsöző együttműködés lesz, ami túlmutat ennek a pályázatnak a keretein, és nem csak a pályázat kapcsán, hanem minden egyéb területen a jövőben tudunk együttműködni, és amit külön szeretnék hangsúlyozni, bár ez egy főként kutatásra épülő pályázat, hogy egyik meghatározó partnere Miskolc Egyetemnek a Borsodkamp, duális képzésben is kiemelkedő partnerünk, tehát én azt szeretném, hogy az az együttműködés aztán az oktatásban a hallgatóknak a szintjén is ugyanúgy meg tudjana jelenni, és nem csak a kutatóknak a területén, tehát azt remélem, hogy előbb-utóbb hallgatókat is köszönhetünk valamilyen módon közvetve vagy közvetlenül ebben a projektben. Sok területen az egyetem igyekszik megújulni, azt gondolom, hogy államtitkár úrnak a jelenléte is mutatja ennek a pályázatnak a fontosságát, és a következő hetekben, hónapokban is be tudunk jelenteni olyan eredményeket, amik azt mutatják, hogy a Miskolc Egyetem a klíma védelem terén is szintet tud lépni, és példaértékű meghatározó szereplője lesz ennek a területnek is az országban és a nemzetközi szintéren. Egyaránt én köszönöm mindenkinek, aki a pályázat megírásában részt vett. Köszönöm azt, hogy itt vannak, és a sajtónak pedig, hogy jó hírét részik a Miskolc Egyetemnek. Mint a energiás klímapolitikáért felelős államtitkárnak nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a mai napon egy olyan sikeres pályázat elnyeréséhez gratulálhatok, amely korunk egyik legnagyobb kihívására igyekszik helyben választ adni, azzal az ambícióval, hogy ugyan tudjuk, hogy a klímaváltozásnak a kérdés az egy globális kihívás, egy globális probléma, de hiszünk abban, hogy a helyben végrehajtott cselekvés segítségével erre a problémára közösen hatásos választ tudunk adni. Ugye egy olyan projektnek az elnyerését jelentjük ma be, és gratulálunk abban résztvevőknek, amely ClimeCope nevet viseli, ami magyarul klímapolitikai vagy klímaalkalmazkodási együttműködésre utal, tehát szerepel benne a klímavédelemnek a kérdése is, amiről már rektor asszony is beszélt, és hangsúlyosan utal arra, hogy ennek a projektnek olyan szereplői vannak, olyan együttműködésben valósul meg, ami egyébként meglehetősen ritka, hiszen az egyetem a régiónak kiemelt nagyvállalata, a kiemelt önkormányzat, tehát a régió Kazincbarcika önkormányzata közreműködik benne, és olyan egyéb kis- és középvállalkozás és civil szervezetek is részt vesznek benne, amelyeknek az együttműködése azt gondolom, hogy példaértékű. Hadd utaljak néhány szóban arra, hogy a klímapolitikai tevékenységünknek, politikánknak mely pontjához kapcsolódik ez a projekt. Azt tudjuk, és a tudományos elemzések is arra utalnak és megerősítik, hogy a klímaváltozás napjainkban sajnos gyorsabban zajlik, mint ahogyan erre számítottunk, és a negatív hatásai azok talán korábban jelentkeznek, és hazánkat is súlyosan érintik. Egyre inkább érzékelhetőek ezek a hatások, talán ezen a nyáron önök is szenvedtek attól, hogy ez az éves csapadék mennyiség, amelyet egyébként
szeretünk, hogyha megérkezik egy adott évben, milyen furcsa eloszlásban jelenik meg, és hát Borsod megyében és Miskolcon is villám árvizeket tud sajnos okozni. Ugye sokan jobban örülnénk annak, hogyha ez a csapadék mennyiség egy könnyebben kezelhető módon érkezne meg. Tehát az ilyen típusú hatásokra a jövőben egyre inkább számítunk, és azt az elvet valljuk, hogy ezen a területen gyors és hathatós cselekvésre van szükség. Erre föl vagyunk készülve, és azt is gondoljuk, hogy miközben törekednünk kell arra, hogy a klímavédelem területén csökkentsük a károsanyag kibocsátásokat, egyúttal föl kell készülnünk arra is, hogy hogyan alkalmazkodunk azokhoz a klímaváltozás következtében jelentkező negatív következményekhez, amelyeket valószínűleg nem nagyon tudunk elkerülni. Tehát a klímaváltozás negatív hatásaihoz való alkalmazkodás az kulcsfontosságú szerepet játszik abban a klímapolitikában, amelyen dolgozunk és amelyben hiszünk. Az is fontos kiemelni, hogy a jövő nemzedékek számára természetesen felelősséggel tartozunk azért, hogy megóvjuk a hazánk és Kárpát-medence környezetét, természeti értékeit, az emberi egészséget egyaránt. Ezzel kapcsolatban a kormányzatnak természetesen kiemelt a felelőssége, és bízom benne, hogy önök is egyet tudnak érteni talán azzal, hogy ennek a felelősségnek a tudatában is cselekszünk. Hagy említsem meg, hogy ennek az évnek az elején fogadta el a kormány azokat az energia- és klímapolitikai dokumentumokat, amelyek közép- és hosszú távon megszabják azt az irányt, amely mentén ezt a tevékenységet folytatjuk. Február folyamán miniszterelnök úr egy külön klíma- és természetvédelmi akciótervet jelentett be, amely épül ezekre a közép- és hosszú távú tervekre, és a Magyar Országgyűlés néhány hónappal ezelőtt megalkotta azt a klímavédelmi törvényt is, amely magában foglalja azt a célt, hogy 2050-re Magyarország egy klímasemleges gazdaságot és társadalmat alakítson ki. Természetesen ezek a nagyra törő célok csak akkor érhetők el, hogyha egy közös cselekvésnek az eredményei. Mi a magunk részéről úgy látjuk, hogy a kormányzat önmagában ezt a célt elérni természetesen nem képes. Szükségünk van a vállalatok, az önkormányzatok, az egyházak, a civil szervezetek együttműködésére és igazából minden magyar állampolgárnak a közreműködésére ahhoz, hogy ezeket a célokat egyáltalán el tudjuk érni. Ezért is külön öröm, hogy ez az együttműködés ebben a mai projektben, amelyről beszélünk, kiemelt hangsúllyal jelenik meg. Talán akkor bevezetésképpen, és gondolom erről majd még a kollégák többet mondanak, néhány szót erről a bizonyos Life Climb Cop projektről engedjenek meg, hogy elmondjak. Lényegében arról van szó, hogy ez a projekt és ennek a sikere azt jelenti, hogy Magyarország a második olyan magyar koordinálású és egyébként magyar partnerekkel végrehajtott nyertes projektet hajthatja végre, amely a közvetlen uniós finanszírozású LIFE program éghajlatpolitikai alprogramjának a keretében nyert támogatást. A következő Európai Uniós költségvetési időszakban egyébként kiemelt jelentősége lesz annak, hogy magyar kutatóintézetek, magyar ipari szereplők mennyire képesek közvetlen Európai Uniós finanszírozású forráshoz jutni. Úgyhogy külön én azt gondolom, hogy gratulálni kell az előkészítőknek és a résztvevőknek ahhoz, hogy egy nagyon éles nemzetközi versenyben ezt a sikert fel tudták mutatni. Itt ezen a ponton hadd jelentsem be, hogy ez a közel 1 milliárd forint értékű projekt, amelynek van magyar önfinanszírozási része is. Ehhez az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről a magyar társfinanszírozási részt biztosítani fogjuk.
Úgyhogy ez évre vonatkozó társfinanszírozási döntés az lényegében már megszületett, úgyhogy az Európai Uniós forrásokhoz hazai forrást is a résztvevők önerején kívül hozzá fogjuk tudni tenni. A Life Climb Coop, a Városok és Vállalatok Együttműködése a klímaadaptációt elnevezésű projekt szeptember 1-jével indul, és szektorokon átívelő egyetemi vállalati önkormányzati szakmai összefogás keretében valósul meg. Hogy említettem, a éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás jegyében. Hadd hangsúlyozzam azt, hogy a projekt nem csak a klíma alkalmazkodást és a klímavédelmet célozza, hanem komoly gazdaságvédelmi potenciállal is rendelkezik a térségben, hiszen az a kérdés, hogy például a Borsodkén milyen sikerrel tudja megoldani a vízhasznosítási kérdését, az munkahely teremtési, munkahely megtartási célkitűzések megvalósulásához is hozzá tudja segíteni majd a régiót. Azt hagy hangsúlyozzam, hogy az elképzeléseink szerint egyébként a gazdaságfejlesztés, az energiaellátásbiztonság és a klímavédelem céljai azok egymást támogató célok. Nagyon sokan halljuk azt a kritikát a klímavédelmi intézkedésekkel kapcsolatban, hogy az egy luxus, és tulajdonképpen csak erőforrásokat vesz el a gazdaság fejlesztéstől. Mi pont fordítva látjuk, úgy gondoljuk, hogy a világ abba az irányba megy, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és az elevaló reakció révén, ami nagyon jelentős átalakulásokhoz fog vezetni, és a világ különböző régióiban fogja megkövetelni azt, hogy az energiaszektor, a mezőgazdálkodás, az ipari termelés átalakuljon, és azok, akik képesek lesznek ezekhez a változásokhoz megoldásokat szállítani, megoldásokat szolgáltatni, azok nyertesei lehetnek ennek a klímavédelmi szempontú nagy gazdasági átalakulásnak, amelyről nem véletlenül 10-20 és 30 éves távlatokban beszélünk, hiszen olyan mértékű beruházásokra, fejlesztésekre lesz szükség, amelyek valójában csak ezeken az időtávokon egyébként reális, hogy megvalósítsuk őket. Külön öröm és nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy újabb, a Miskolci Egyetemmel közösen megpályázott és Európai Uniós támogatást elnyert projekt indító sajtótájékoztatóján a Borsodkém képviseletében itt állhatok és szólhatok Önökhöz. A Life Coop, pontosabban a Climb Coop projektünk, amelyet a Life éghajlatpolitika alprogram keretében hajtunk végre, a köz- és magánszféra, nevezetesen Kazincbarcika városa és a Borsodkém mint iparvállalat közötti együttműködést, hatékony együttműködést helyezi előtérbe, és a célja az éghajlatváltozáshoz való együttes alkalmazkodás, az annak következtében kialakuló hatásoknak az együttes kezelése. A projekt során létrehozott konzorcium olyan megoldásokat keres, amelyek révén a Borsodkém és a székhelyünket adó város együttes vízfogyasztásának tudatos és célzott formálásával képesekké válunk arra, hogy az egyre gyorsabban változó, alkalmanként szélsőséges időjárási körülményekhez és az ezek következtében előálló aszályos, illetve vízhiányos időszakokhoz alkalmazkodni tudjunk. A projekt keretében a Borsodkém olyan technológiai megoldások kifejlesztését tűzte ki célul, amelyek révén a jelenlegi intenzív kapacitásbővítő beruházásaink mellett is lehetőség nyílik a Sajó folyóból ipari célra kivett víz mennyiségének a csökkentésére. Ennek keretében nem csak a technológiai vizeink újrafeldolgozását, hanem települési csapadékvizek, kezelt települési szennyvizek tisztítását, illetve ipari célokra újrafelhasználását is célozzuk.
Létrehozunk a projekt keretében egy olyan berendezést, vagy prototípusnak nevezett egységet, amely elősegíti azt, hogy a kidolgozott technológiai megoldások a jövőben ipari mértékben is alkalmazhatóvá, ipari léptékben is alkalmazhatóvá váljanak. Ezen kívül a számos olyan tevékenységet végzünk, egyéb tevékenységet a projekt keretében, amelyek a vízgazdálkodással szorosan összefüggenek. Ilyenek például a 26-os főút mentén egy ekológiai folyosó létrehozása, zöld felületek arányának növelése, például zöld tetők létrehozásával, vagy zöld területek locsolása kezelt vizekkel, amely mindegyik megoldás alkalmas a mikroklíma befolyásolására és szélsőséges nyári hőhullámok következményeinek enyhítésére. A Borsodkém rendkívül fontosnak tekinti, hogy munkavállalóink körében, akiknek jelentős része egyébként kazincbarcikai lakos, egy éghajlatváltozás tudatos és víztakarékos szemléletet honosítsunk meg és mélyítsünk el. Ennek keretében számos belső intézkedés rendezvényt tervezünk, biztonságtechnikai környezetvédelmi rendezvényhetünk keretében például tematikus előadás sorozatot tartunk, vagy belső fórumokat szervezünk, illetve a környező települések lakosságának negyedévente történő tájékoztatására megjelentetett zöld újságunkban cikk sorozatot szentelünk ennek a témának. A projektben szereplő tevékenységek végrehajtásán kívül széleskörű oktatási, tudásmegosztási, illetve az eredményeinket ismertető kommunikációs tevékenységeket is tervezünk. Az oktatási vonulatban a legfiatalabb korosztály számára célzott üzemlátogatásokkal a víz, mint erőforrás jelentőségét, illetve felhasználásának sokszínűségét, sokrétűségét igyekszünk bemutatni. A középiskolás, illetve egyetemista hallgatók számára kiírt szakmai versenyeinken a témát kiemelten fogjuk a közeljövőben kezelni, illetőleg hallgatók számára akár nyári gyakorlaton, szakdolgozatok vagy diplomamunkák készítése során is lehetőséget biztosítunk éghajlatváltozással kapcsolatos témák választására és kidolgozására. A Borsodkém tehát olyan technológiai megoldások kidolgozásával, amelyek a vízmérlegünk javítására adnak lehetőséget, áll készen ebben a projektben, valamint olyan megoldások alkalmazásának meghonosításával, amelyek képesek a mikroklímát kedvező irányba befolyásolni, továbbá jelenlegi, illetve leendő dolgozóink tudatformálásával kívánunk a projekt sikeres végrehajtásához hozzájárulni. Polgármester úr a gazdaságtudományi karon végzett itt a Miskolci Egyetemen, én viszont a műszaki földtudományi karon, és ezért polgármester úr átengedte nekem azt a jogot, hogy a mai napon részt vehessek ezen a sajtótájékoztatón. Nem beszélve arról, hogy államtitkár úrral ugye tavalyi évben a Kazincbarcikán megrendezett országos bányásznapon volt szerencsém találkozni. És ahogyan mondta Béla igazgató úr, valóban így van, elszenvedni ezt a projektet mi fogjuk, mint Kazincbarcika város önkormányzata, viszont ez nem lesz annyira szenvedés. De említettem, azért is vagyok egyenruhában, hiszen az egyetemre, az almanáterbe visszajön egy volt diák, egy hallgató, akkor büszkén viseli azt az egyenruhát, amit egykoron magára öltetett. És az, amit én környezetmérnökként ettől az intézménytől kaptam, az segítette a nem politikai pályafutáson, nem közszereplői életemet, mert hogy én az ERV ZRT-nél dolgoztam technológiai művezetőként az ivóvíztisztításban. Így amikor először fölmerült ennek a projektnek a lényege és jelentősége, akkor teljes mellszélességgel tudtam odállni mellé, mint magánember, és nagyon-nagyon jó volt látni azt, hogy olyan stratégiai partnereket találhatunk ezen projekt kapcsán, akik az élet számos területén tudnak velünk együttműködni. A Miskolci Egyetem a Borsodkém ZRT-vel már régen együttműködik, ahogyan önkormányzatunk is, tehát gyakorlatilag egy ilyen stratégiai konzorcium van alakulóban, hiszen bár nem lelőni szeretném, de bízunk abban, hogy Kazincbarcika, aki egykoron felsőoktatásban részt vett település volt, a jövőben is talán részese lehet ennek a szegmensnek az oktatásban.
és bízunk abban, hogy hamarosan újra le tudunk majd együtt ülni egy asztalhoz és sajtót tájékoztatni a témában is. Nem beszélve arról, hogy Kazinc Barcika nagyon sokszor került a híradások keresztüzébe azzal, hogy a levegő minősége városunkban nem megfelelő. Nagyon sokat lehetett hallani arról, hogy amikor az országban nem esett hó, akkor Kazinc Barcikán mégis szánkózhattak a gyermekek. Nagyon sokat lehetett arról hallani, ahogyan elhangzott itt előttem, hogy villám árvizek elszenvedői voltak Borsodabó-Zemplén megyei települések, ahogyan államtitkár úr is mondta, és igen, Kazinc Barcikán is volt, hogy több víz kiöntött. Nagyon sokat lehetett hallani falusi vizesedésről, és nagyon sokat lehetett hallani, mondom még egyszer arról, hogy az önkormányzat által képviselt településen vannak életminőségi problémák. Nagyon jó érzés azt elmondani, hogy a korábbi szállópor koncentrációt már sikerült csökkenteni a településen, ezt is a stratégiai partnereknek köszönhetően, illetve köszönhetően annak, hogy a szilárd anyagokkal történő tüzelést a háttérben sikerült szorítani, valamint nagyon jó érzés azt látni, hogy immáron a víz felhasználásának a terén tud majd az önkormányzat partnerségben együttműködni egy egyetemmel és egy Kazinc Barcika város legnagyobb munkáltatójával, stratégiai partnerével. Hogy az önkormányzatnak ez mit jelent? Az öntöző vizet, amit sok esetben hálózatról biztosít az önkormányzat, jelenti ez azt, hogy ivóvíz minőségű vízzel locsoljuk a növényzeteken. Ezt követően ennek az említett pilot berendezésnek, és bízunk benne, hogy az életben is megvalósuló új beruházásnak köszönhetően már technológiai szürkevízzel is meg lehet tenni, ami ugyan emberi fogyasztásra nem feltétlenül alkalmas, ugyanakkor a környezetben már kijuttatható lehet. Nagyon jó az, hogy a projekt keretében olyan innovatív megoldások is előtérbe kerülhetnek, amit az önkormányzat még korábban elképzelt, itt az említett szárópor koncentráció csökkentése érdekében. Sok lépést tettünk azért, hogy egy úgynevezett zöld fal, zöld pad létrejöhessen Barcikán, ami a projektnek részét képezte, ami nem más, mint egy moha fal előtt egy pad elhelyezve, ahova az ember le tud ülni, és immáron egy valóban jól tisztított levegőt tud szívni, mint hogyha fent lenne a havasok tetején, tehát tényleg tiszta levegő lehet az övé. Nagyon jó az, hogy az önkormányzat részese lehet egy ilyen projektnek akkor, amikor valóban elmondható, hogy a térségünk fejlődik, hiszen a Borsodkem ZRT-vel közösen örülünk annak a kormányzati döntésnek, hogy a 26-os számú főút elkerülő szakasza megépülhet majd Kazinc Barcika irányába. Így gyakorlatilag a lakosság életminőségének a csökkentése, javulása továbbra is tetten érhető, és az életminőség csökkentése megállítható azzal, hogy az átmenő forgalom egy jelentős része csökkenthető. Nagyon jó és jó leső érzés olyan esetekben megszólalni, mint a mai, mert hogy a jövőnkért tudunk tenni. Azért, ami mindig hangzatos szavakként, közhelyekként jelenik meg, és mindenki elmondja, hogy mennyire fontos a üvegház okozó és fokozó gázoknak a csökkentése, milyen sokat teszünk azért, hogy a klímastratégia, akár hogyha globális szinten értjük, vagy akár csak itt makroszinten értjük, megvalósulhasson, és itt, akik ennél az asztalnál ülnek, ezek az emberek valóban tesznek is azért, hogy ez megtörténjen. Úgyhogy a mi partnerségünket a jövőben is szeretnénk biztosítani minden asztalnál ülő és az asztalnál nem ülőknek, legyen az a Magyar Bányászat és Földtani Szolgálat, legyen az a a Műszaki Földtudományi Kar, és itt dékán urat és főosztályvezető urat is szintén üdvözöljük a mai napon, mert hogy a partnerség az mindenki számára azért fontos, hogy a jövőnket tudjuk megfelelő alapokra helyezni. Egy ilyen komplex rendszernek, mint egy régiónak vagy egy kistérségnek a klímaváltozásra való felkészülés, ez egy nagyon összetett multidisziplinális probléma. Ezért nagyon sok oldalról lehet megközelíteni. A projektnek ez adja tulajdonképpen a szépségét, ez a fajta multidisziplinaritás, illetve az, hogy közvetlenül dolgozunk együtt a lakossággal, a vállalattal annak érdekében, hogy minél kisebb, vagy minél könnyebben tudjuk átvészelni ezeket a káros hatásokat. Magára a projektre a konzorciumban 5 partnerrel közösen majdnem 3 éven keresztül készültünk föl, tehát a projekt az elkezdődött majdnem 2 évvel, több mint 2 évvel ezelőtt.
most kezdődik hivatalosan, fog 4 évig tartani, és utána van egy úgynevezett afterlife, ami szintén egy 5 éves időszakot tesz ki. Tehát, hogyha én ezt gyorsan összeszámolom, akkor ez 5 meg 4, az 9 meg 3, az 12. Ez egy elég komoly időszak arra, hogy egy projekt tulajdonképpen milyen hatást tud tenni. Éppen ezért az egyik legfontosabb dolog, ami a projekt keretében meg fog valósulni, ez az úgynevezett jövőkutató csoport. Látható az, hogy 12 éve tervezünk mi. Az kormány, az Európai Unió úgy szintén 10-20-30 éves távlatokba tervez a klíma kapcsán. Mi is csak ugyanezekben a léptékekben tudunk gondolkodni, ezért különösen fontos egy úgynevezett jövőkutató csoport, amelynek kifejezett feladata az lesz, hogy egy kis térségre koncentrálva a lehető leggyorsabban hozza be azokat az innovatív megoldásokat, amelyekkel a klímaváltozás hatásait ki tudjuk védeni. Én tulajdonképpen több konkrétumot most nem mondanék, viszont szeretnék köszönet mondani a Borsodkert ZRT-nek, Kazincbacika város önkormányzatának, a Innovációs Minisztériumnak. Ezen kívül külön köszönetet szeretnék kifejezni a Magyar Bányászat és Földtani Szolgálat Nemzeti Alkalmazkodási Központ főosztályának, akik motorjai voltak ennek a projektnek. Külön köszönetet mondok a Követ Egyesület és a Fenntartható Gazdaságért, és a Geovolt Kárpátia Kft.-nek, akik így alkotjuk együtt öten ezt a konzorciumot, és 4 évre egy közös hajóba szálltunk be, amely hajót nem tudom, hogy Nói ácsolt-e vagy sem, de hát minden este együtt fogunk evezni. Köszönjük szépen, meg köszi, hogy itt vagy. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.